Nyaklánca elrablásáról tett bejelentést a rendőrségen egy Jász kíséri lakos. Elmondta, hogy a településen gyalogolt, amikor leszólította egy ismeretlen férfi, majd egyszer csak megragadta a nyakláncát, és azt tiltakozása ellenére letépte róla. A dulakodás következtében a sértett a földre esett, a támadó pedig elszaladt a zsákmánnyal. A rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, akit pár órával később már a jászapáti rendőrőrsör rablás miatt hallgattak ki. A rendőrök megállapították, hogy a férfi ellen elfogató parancs volt érvényben, ezért átszállították a büntetés végrehajtási intézetbe. A sértett a nap végére visszakapta a nyakláncát, mivel a támadó azt pár utcával arrébb eldobta, és a megtaláló átadta a rendőrségnek.